Závodon már 21. alkalommal rendezik meg a Forgó Fesztivál néven elterjedt falunapot. A rendezvény kétnapos. Ilyenkor lehetőségük van az embereknek a rég nem látott barátokkal, ismerősökkel újból eltölteni egy kis időt. Meg kell említeni azt is, hogy helyi alkotók kiállítását is megtekinthették a szórakozni vágyók. Tudtuk, hogy rossz idő lesz, ugye ezt az előjelzések mutatták, de elhatározott szándékunk volt, hogy mindenképpen megtartsuk az eseményt. Tudjuk azt, hogy a závodi forgófesztivál az nagyon sok emberbe egy fontos pillanat az év folyamán, hiszen baráti társaságok tudnak ilyenkor találkozni, rég nem látott ismerősök, és a maga a főzőgárda is egy olyan összeszokott csapat, hogy mindenki ismer szinte már mindenkit, és ezért nagyon nagy volt az a belső késztetés, hogy nem mondjuk le az eseményt, tartsuk meg mindenképp. Az eseményen díjat is adtak át. A Falu és Tanya Gondokok Tornamegyei Egyesülete egy kitüntető díjat adott át ezen az alkalmon, és Nagykónyi község Tanya Gondoka került díjazásra, őt választotta ki az elnökség, és találta a legalkalmasabbnak arra, hogy kitüntetést kapjon. A kitüntető díj az gyakorlatilag annak a megfogalmazása az év Tornamegyei Tanya Gondoka díj, ami mellé egy 100.000 forint összegű wellness utalvány párosult még. A főzőversenynek idén is nagy sikere volt. Két első helyezett is született, az egyik nyertessel beszélgettünk. Mi a családommal mindig halászlevet főzünk. És most nem akarok nagyon dicsekedni, de általában ott szokunk lenni a toppon, de nem is ez a lényeg, hanem a baráti kör a lényeg. Mindenki szeret nyerni. Én is, mi csapatunk is szeret nyerni. Most ismét összejött egy nyerés, és nagyon örülök neki. A rendezvényt színesítette még a Hangszerelem Zene Stúdió, de most egy személyben Hauser Beáta fellépésével. Sajnos lebentegettek a gyerekek, és én úgy gondoltam, hogy én viszont akkor helyettesítem őket. Több helyen már énekeltem országosan, és én úgy gondolom, hogy a közönség nem fog csalódni. Mindent megteszek, hogy ezeket a gyerekeket helyettesítsem, habár azért a kis bájos mosolyukat, a gyerek mosolyt, azt azért nem tudom pótolni, de bízom benne, hogy a závodi közönség még hallhatja a gyerkőcöket. A závodiak egy időre búcsúztak ezzel a programmal a nyártól, viszont bíznak benne, hogy évről évre színvonalasabbá tudják tenni közös erővel ezt a hagyományőrző alkalmat.